Egy leendő hollywoodi sztár producerrel, forgatókönyvíróval beszélgethetünk, hogy jól nézzék meg az adást, lehet, hogy néhány hónap vagy néhány év múlva majd. Most, hogy azt mondta, hogy óvatosan beszéljünk erről, jól beharangozott a Tamás. Igen, mert Péter Noel forgatókönyvíró. Igen, sziasztok, köszönöm a meghívást. Hát igen, azért ez egy picit túlzás, mert azért erről... Szupája lesz még. Igen, ezt akartam mondani, hogy amikor az ember ugye megír valamit, elsősorban forgatókönyvírónak tartom magam, nyilván a forgatókönyvek a filmek alapjait adják, tehát ennélkül nincsen film, de hát nagyon-nagyon hosszú az út, mire ebből lesz valami. Ott azért nem teljesen levegővel beszéltem, ugye akkor, hogy azt hitelesítsem azzal, hogy 2 hét alatt 2 forgatókönyvírói versenyt sikerült megnyerni, tehát azért az egy komoly szakmai alapot nyújt. Igen, így van. A Pinewood stúdióknak a forgatókönyvíró versenyét, ez egy brit verseny, ahol a Star Wars is volt, valamint a Star Wars-t forgatták, illetve a James Bond új filmjét és a Benin City Film Fesztivál afrikai programját versenyét is. Várj, ne hadard ide, tehát fogjuk fel, tehát az első, ez melyik volt? Tehát azt mondod, hogy a Star Wars is ott forgatták, a forgatókönyve szerepelt ott, vagy most ez? Nem, a Pinewood stúdióknak a ja, hogy az ő pályázatuk volt. És igen, gyakorlatilag ez az ő forgatókönyvíró versenyük, ami 12 országban van jelen, és én a Melbourne-t nyertem meg gyakorlatilag. És a másik? A másik pedig egy afrikai fesztivál, a Benin City Film Fesztivál, ahol a Black Mood című forgatókönyvemmel sikerült. De legalább annyit mond az, hogy Michael Douglas-szel sikerült már együtt dolgozni, és további más sztárok is már szóba kerültek. Nem, tehát a történet az, hogy amikor én ezt megosztottam, ezt a hírt a Pinewood-osat, egyszer csak én kaptam egy e-mailt egy hölgytől. És én amikor ezt a levelet megláttam, akkor azt hittem, hogy csak egy nő, aki kíváncsi gyakorlatilag a forgatókönyvre, de kiderült, hogy ő egy amerikai producer, aki Michael Douglas-szel is dolgozott. A szerződést már át is küldte, tehát jelenleg ott tartunk, hogy ő már továbbította egy másik nagyobb producernek a Szekrény című forgatókönyvemet. Ez az, amivel nyertél, ez a Szekrény című? Így van. A másik nagyobb producer Matt Damonnal, Denzel Washingtonnal is dolgozott, de hát ahogy beszéltünk is a kamerák mögött még, gyakorlatilag itt attól, hogy valaki elkezdi vagy elolvassa ezt a szkriptet, még egyáltalán nem biztos, hogy lesz belőle valami, hiszen százával kapják a forgatókönyveket, ha elkezdi, nem biztos, hogy tetszik neki, nem biztos, hogy végigolvassa. De azért mondjuk 2 ilyen versenyt, vagy pályázatot megnyerni, az már nyilván előrébb visz egyáltalán ahhoz, hogy eljusson a forgatókönyved ezekhez az emberekhez. Abszolút, tehát én azt gondolom, hogyha a hölgy producer, aki először rám írt, hogyha ő nem látott volna ebben nyilván potenciált, hát ő el is olvasta nyilván a szkriptet, akkor ő nem küldi tovább egy még nagyobb producernek, tehát gyakorlatilag nyilván úgy működik ez, hogy ettől kezdve ő komolyan veszi a nagyobb producer is a szkriptet, de tényleg nem lehet tudni, hogy ilyenkor mi sül ki belőle, és hogy mi lesz. Miről szól ez, amivel nyertél? Mesélj már egy picit a Szekrény. A Szekrény egy második világháborús történet, ami egy olyan német katonát követ, aki nem igazán ért egyet a náci elvekkel, és egy zsidó kislánnyal köt barátságot, gyakorlatilag egy apa-lánya viszony alakul ki, és őket követjük, hogy hogyan lehet túlélni a borzalmakat, egyrészt hogyan lehet embernek maradni ilyen körülmények között, és tovább nem mesélem. Hogy kezdtél el forgatókönyveket írni? Rendező vagy, producer vagy? Hát ez fura, mert az ügyvédem mondta annak idején. Na tessék. Regényekkel kezdtem, és az ügyvédem azt mondta, hogy miért nem próbálom meg a forgatókönyveket, mert hogy egy izgalmas világ, a filmes világ. És igazából én nem jöttem rá, hogy tényleg én imádom a filmeket, és gyakorlatilag az ő unszolására én egyszer csak elkezdtem írni. És de akkor mi az eredeti szakmád? Nem író vagy, filmes vagy, rendező? Nem, én autodidakta módon kezdtem ezt eltanulni. Gitározom, énekelek is, tehát hogy nálunk a családban ez így elég erősen benne volt, tehát hogy nem iskolában én ezt nem tanultam, de rengeteg külföldi szkriptet töltöttem le, és néztem, hogy kell jól írni. Én azt gondolom, hogy mindenhez alázat kell, tehát bármit csinálunk, lásd, én sportolóktól nagyon sokszor merítek a sportolókból, mert én azt gondolom, hogy az a küzdőszellem és a lázat, az nagyon-nagyon fontos itt is, mert 10 év alatt sem biztos, hogy történik veled valami, és akkor is igenis menni kell tovább, és írni és fejlődni, ez a legfontosabb. Mindenképpen óriási dolog, ezek az eredmények is, de egyébként, hogy kicsit
mélyebb szakmai részletekben nem belemenve, de például mennyire kell másképpen írni egy forgatókönyvet, mint amikor egy regényt írsz, vagy bármi mást, amit korábban írtál. Tehát mennyiben kell képekben gondolkodni, látványban sokkal inkább. Ez szuper kérdés, teljesen másképp kell írni. Tehát, hogyha egy regényt nézünk, ami ugye 200, 300, 400 vagy akár 600 oldalas is lehet, teljesen más a dramaturgia. Legegyszerűbben megfogalmazva ezt úgy képzeld el, hogy bármilyen filmet nézel, bármilyen műfajban, a legfontosabb az, hogy a nézőt ne veszítsd el, tehát nem lehet unalmas, ami azt jelenti, hogy bár Tarantino erre mutatott gyönyörű példákat, hogy 10 és 20 perces jelenetei is vannak, de ahhoz azt úgy kell megírni. Az is lehet olyan, hogy ott nem vagyok. Igen, igen, de ez a nagyon ritka, tehát azért azt mondom, hogy a regényeknél, hogyha lásd a Stephen Kingnél, ahol van, hogy 100 oldal még csak a bevezető, ezt egy filmben nem tudod megcsinálni, mert elveszíted a nézőt, hogyha az első 8 percben a film nem indul el. Úgyhogy azt mondom, hogy gyakorlatilag összehasonlíthatatlan. Nagyon mostani fontos, időben, és igen. Egy percünk maradt, mert hogy leforgatod az első nagyjátékfilmet, igen, és az utómunkálatok zajlanak, hogyha én jól tudom. Igen. Mi ez a film? Gyorsan még mesélj el. 129 egy sci-fi dráma, és inkább a Blade Runner-es vonalat követjük, ha lehet ezt így mondani. Tehát ez egy okos társadalmi science fiction, és aminek örülök egyébként, hogy most, hogy jött ez a két verseny, a filmintézet is nyitott lett felén végre, és ha lehet így mondani, kreatív tárgyalások indultak el, úgyhogy... Kikkel forgattad? Itthon forgattad? Igen. Kálói Molnár Péter a főszereplőnk, Dél Zsolt, Molnár Piroska, hát elég szuper... Mikor láthatjuk? Vannak. Azt nem tudom, mert nem tudjuk, hogy mikor nyitnak a mozik. Jaj, meg kell várni. Ezt meg kell várni, igen. De megvárjátok a mozik nyitását. Igen, és hát a terv az idén ősz. Tehát mi kész leszünk, a kérdés az, hogy a mozik kész lesznek-e. Hát ez is a hollywoodi minta követése, hiszen ott is szuperprodukciók, ugye már egy éve lassan dobozban vannak, és még nem dobják. Hát igen. Tetsz, amíg a igen. Mozik nem nyitnak. Hát versenyeznünk kell. Gratulálunk neki. Kivárjuk minden esetre. Köszönjük szépen. Én köszönöm a meghívást.